Attól tartok igazából, hogy most először kell valós időben jó reggelt kínálnunk, mert az egyik legkorábbi sunshine-adást jöttünk fölvenni ide a Kiskastélyba, a Pelikán Rádióba Gödöllőre, így romantikusan hármasban. Pöcs most sajnos nem látszik. Hát igazából Gazdag Balázs kollégánkat fogjuk elkapni, és megkérdezni tőle, hogy miről is van szó, amikor ők Szikla címmel rádióműsort tolnak az éterbe a 93.6-os frekvencián, úgyhogy szerintem most le is fáradunk elég durván a stúdióba. Most azt hiszem, hogy eljutottunk ahhoz az épületnek a hátsó bejáratához, ahol titkosba be fogunk jutni az épület belsejébe, és hát érdekesebbnél érdekesebb dolgokat fogunk találni, nagyon reméljük. Az történt, hogy galád módon betörtünk ide a stúdióba, és miután csináltunk néhány gyors körképet, meg tulajdonképpen hát megtámadtuk orvul Gazdag Balázs kollégánkat, akitől azt szeretném megkérdezni, hogy te hány éve űzöd ezt az ipart itt tulajdonképpen, vagy úgy tök mindegy, csak máshol, mint rádiózás? Hát, mint rádiózás, úgy most már gyors felszámolás következik, 9 esztendeje. Hát akkor te már nagyon öreg vagy. Hát annyira öreg nem vagyok, fiatalon kezdtem mondjuk úgy, szeretem így mondani. Egyébként 9 éve rádiózom, ezt a műsort most már 6 éve csináljuk, RP-val közösen, igaz én nem rögtön a kezdetektől, hanem körülbelül egy fél éves késéssel kapcsolódtam be a műsorba, előtte pedig a még akkor hőskori Pelikán Rádió, amelynek még a második Sámmel utcában volt a székháza, ott voltam az ifjúsági magazinnak az egyik szerkesztője. És mindig ilyen korán keltél ehhez? Hát a vasárnapihoz igen, tehát ez sajnos vele jár, a vasárnap reggel 7 órás kezdés, az hozzátartozik, hogy általában 6 órakor már talpon vagyok vasárnaponként. Most mondjuk egy kicsit már lazítottunk a struktúrán RP-val, úgyhogy egyik héten jövök, másik héten pedig ő, mert beláttuk, hogy öregek vagyunk, és ez már így nem megy nekünk. És ez így összehozható, hogy szombaton kicsi trafó, kicsi buli, és utána vasárnap egy nagyon durva koránkelés? Az a durva, hogy régen nem gondoltam volna, de kezdem az utóbbi időben megtapasztalni, hogy minél kialvatlan, minél fáradtabb vagyok, annál jobb műsorokat csinálok. Ez valószínűleg azért van, mert ilyenkor nagyon kell koncentrálnom arra, hogy mit beszélek. Most pont nem egy ilyen reggel jöttetek egyébként, mert pont nagyon kipihent vagyok, és több órát is aludtam, főleg, hogy órát is állítottunk az éjszaka, ugye? De abszolút hozzá lehet szokni. Egy picit, mivel a Gazdag kollega említette, hogy te vagy itt ennek a műsornak az atya és szülő apucikája, hogyan és miként indult ez az egész, és legfőképpen milyen indítatásból, ugye egy vallási műsorról van szó. Ez elsősorban mondjuk katolikus vagy ökumenikus azért, és tényleg inkább a kezdetekről, hogyha egy pár szót tudnál nekünk mondani, annak örülnék. 6 évvel ezelőtt indult el a Szikla vallási magazin, kérdeztet, hogy katolikus vagy ökumenikus, inkább mondjuk azt, hogy ökumenikus. Tehát a történelmi egyházak azok, akik szerepet kapnak a műsorban. Illetőleg mi is, akik itt vagyunk a stúdióban, mi általában azért katolikusok vagyunk, de azért a történelmi egyházak is képviseltetik magukat elég sokszor, ha máshogy nem, akkor interjúkkal. Tehát 6 évvel ezelőtt kezdődött el minden, akkor még másik rádiónak hívták ezt a rádiót, és akkor egy vezetés kért engem meg, hogy szervezzek egy műsort, hozzuk össze a Szikla vallási magazint. Annyit kértek tőlünk, hogy fiatalos, pörgős, lendületes műsort készítsünk. Tulajdonképpen te, amikor éppen nem rádiózol és nem rádióműsort szerkesztesz, akkor mit csinálsz a való hétköznapi szolid életben? Rendőrtiszti főiskolán oktatok büntető eljárásjogot, tehát így ezzel foglalkozom, és a rádió mellett pedig tévézek is. Akkor te egy jogász vagy, elég keményen. Hát mondhatjuk. Jól tippelek? Hát jogot végeztem, igen. What if I can't live to love you as long as I want to? Life isn't long enough, baby, but I can love you as long as I live. Egyébként megkérdezhetem, hogy te Gödöllőn vagy helyi lakos, vagy azért vidéken keresünk, esetleg Pesten? Igen, vidéken kell keresni engem, tehát Kisösszegen lakom 10 km-re Gödöllőtől, és hétköznaponként pedig Budán van egy lakás, ahol töltöm napjaimat. Értem, úgy hallottam az előbbi mondatodban, hogy barátnő van, tehát a kedves Sunshine adás néző hölgyemények ne nagyon számítsanak arra, hogy elhódíthatják szívedet ezt akkor. Igen, így van. Durva. Balázs, te hogy vagy ezzel a kérdéssel? Milyen kérdéssel vagyok?
Hát nem tudom, hogy a szívecskédet elhódították-e már hölgyemények, vagy egy hölgyemény, hogy így a Shushan nézők hölgyemények túlnyomó többségében, remélem, hogy csak hölgyemények számíthatnak arra, hogy elcsalhatják a fejedet, vagy csavargathatják. Hú, hát az én szeretem, rengetegszer elhódították. Igazság szerint, ha valaki el tudja húztani, akkor várom szeretettel. Hú, ebben a kérdésben ugye azt érezzük, hogy választ nem kaptunk azon kérdésre, hogy hát, hogy van-e most valaki. Hát Balázs ő egy nyitott és jó fej srác.